testvére Dalma után Tóth Ruzsinai szerződés hosszabbított a Fátum Nyíregyházával, így a válogatott libero 6. idényét kezdi majd a felnőtt csapatnál. A kétszer is az év legjobb utánpótlás röplabdázójának választott 20 esztendős játékos elmondása szerint nem kellett sokat gondolkodnia azon, hogy igent mondjon a klub ajánlatára. Számomra nem volt ez kérdés, hogy itt szeretnék maradni, ugye nyilván a kialakult helyzet miatt is így döntöttem, de nem volt kérdés, hogy maradtak még olyan érmek, meg olyan dolgok, amiket még szeretnék itt véghez vinni. A csapat egyik legponterősebb játékosa, Varga Elizabeth 2 hónapot Londonban töltött, majd 2 hét hazai karantén után csatlakozott társaihoz, mivel ő is marad Nyíregyházán a következő szezonban. Tegnap volt az első edzésünk ki a csapattal, annyira hiányzottam mindenki, a jó megire itt lenni ebben a csapatban és a társaságban. Látjuk, hogy milyen lesz a labda edzés 2 hónap után. Amiatt, hogy most így ért véget az előző szezon, egy picit mérges voltam az elején. Aztán volt 2 hónap karanténom, úgyhogy sikerült azon túlélnem, és arra koncentrálom, hogy jól van, akkor ezt most jövő évben motivációnak fogom felhasználni, és megpróbálok minden jobban teljesíteni. A nyíregyházi együttes szakmai munkáját Németh Szabolcs irányítja, aki egyre több játékosnak tartat edzést ebben az elmúlt idényt lezáró következő szezonra ráhanguló időszakban. Folyamatosan jelentjük be a játékosokat, örömmel látom én is, hogy egyre több játékos van itt, Elizát is sikerült most már itt a köreinkbe tudni, mert neki azért egy 2 hetes karanténba kellett otthon lennie egy felügyelet alatt. Ő is most már részt tud venni az edzéseken, így már 7 játékossal tudjuk az edzéseket folytatni, még mindig ugye betartva a kritériumoknak a megnövőségét. Én úgy gondolom, hogy a lányok nagyon motiváltak, nagyon pozitívan állnak hozzá, még akkor is, hogyha ilyen helyzet alakult ki ugye a múltban. Ők nagyon motiváltak, nagyon készülnek az új szezonra, vannak játékosok, akik érintettek a válogatott programba is, ők azért is igénylik ezt a fajta munkát. Hát folytatjuk, és ahogy egyre bővül a keret, úgy egyre több játékos fog jelen lenni az edzéseken. A nyíregyházi röplabdázók a jövő hét végéig edzenek, aztán pihenőt kaptak a játékosok. Az új idény előtt 8-9 hetes felkészülést tervez a vezetőedző, akinek reményei szerint a bajnokság kezdési időpontjának ismeretében valamikor július közepén indulhat majd el ismét a munka.